Magammal vannak problémáim jelentős mennyiségű, de egyrészt én szoktam mondani, hogy nekem könnyebb, mint azoknak a lányoknak, akik 16 évesen tökéletesek voltak. Tehát azért magas, hosszú combú, gyönyörű bőrű, hibátlan minden. Én ugye nem voltam annyira tökéletes, tehát én alacsony, kövér és szemüveges voltam. Ehhez képest most már nincs szemüvegem, mert van kontaktlencsém. Alacsonynak alacsony maradtam, de azt már megszoktam. És kövér vagyok, de sokkal soványabb, mint voltam. Engem a tinderezésed érdekel. Udvarlás az nem volt, hanem nagyon gyorsan elhangzott a küldenéke magamról egész alakos fényképet. Cica, fönn van 4. Jó, de ezekben van ruha rajtam. Mondtam, hogy hát valószínűleg mindenki megtalálja a neki megfelelőt, ha tudja, hogy neki mi a megfelelő. Sikerült az idő folyamán? Én nem az aranyhalat, én az aranybálnát fogtam ki. Oh. És a Tinderen keresztül? Abszolút. A három igazság mai vendége Makány Márta, üdvözlünk. Szia Márta! Örülünk, hogy Tomi, itt vagy. Mondja a szabályt. Három témakörrel készültünk, és azon belül persze majd csapongunk jobbra-balra, de te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd ezekkel. Hozzávetőleg 7 percet áll rendelkezésre a válaszra, de ezt nem veszük túl szigorúan, sőt. Óra indul. Nem, mindig elfelejted a végét. De hogy felejtem, ja. Hogy felejteném. Soha nem felejtsem. Jön a vége. A te igazság. Az majd a te igazságod lesz. Piros, sárga, zöld. Ebben a sorrendben haladjunk. Jó, a pirosban Vanda. Ez az enyém. Témaköre van. Mi az igazság? Milyen a szép ruha? Hisz benne a beteg, vagy hát a vendég, aki fölveszi. Tehát, hogy ő úgy gondolja, hogy neki ilyen ruhára volt szüksége, fölveszi, és belenéz a tükörbe, és úgy látja, hogy ő most benne csinos. De attól lesz részben csinos, nem attól, hogy az ő testalkatának ez a legelőnyösebb, hanem hogy ő ezt álmodta magának. Egy ruhatervező, azaz én igényeimet veszi figyelembe. A lelked igényeit, az igen. Az én lelkem. Tehát akkor neked tulajdonképpen tudnod kell. Nem, ő megmondja. Ő megmondja? Hát figyelj, kétféle vendég van, vagy van az a vendég, aki nagyon tudja, hogy mit akar, hoz fényképet, lerajzolja, konkrétan megmondja, hogy merre van az előre. Vele lehet próbálkozni, egy kicsit terelgetni, finomítani, ráadni, megmutatni, és akkor kiderül, hogy esetleg ő ott észreveszi a dolgot, de nagyon megbántani nem szabad, mert akkor benne csalódik, nem a ruhában. Uh-huh. És utána, és van az, amelyik megjön, és azt mondja, hogy fogalmam nincs semmiről, és akkor neki meg segíteni kell, hogy megtalálja az útját. Nincs fogalmam semmiről, de legyek szép, vagy szép szeretnék lenni az eseményen, az, vagy... Tehát az egyfajta lelki gyakorlat, hogy ő mire odaér, addigra ő biztonságban érezze magát. Tehát ne érezze úgy, hogy én egy kicsi szürke egér vagyok, vagy ha ő kicsi szürke egér szeretne lenni, mert nem akar látszani, uh-huh. akkor abban kell segíteni, hogy ő elbújjon. Az én 20 évvel ezelőtti tapasztalatom a pszichológus öltözéktervező, divattervezővel az, és én erre nagyon-nagyon számítok azóta is, hogy megmondtad a frankót, ha fájt, ha nem, mert én azt kértem. De te tudtad, hogy meddig mehetsz el nálam. Rövid a láb, kicsit ide tegyük a derekad, ez így nem lesz jó, és ez bébi, fogad meg. Kb. Valahogy így engedett az utamra. De rövid lábad van? Jelentősen. Jelentősen rövid lábad. De mivel megfogadta a tanácsokat, ezt már nem vetted észre. Ezért hosszúnak tűnt. De ez mind Márti miatt. Vagy hosszabbnak tűnt. De egyébként ahhoz, hogy te meg tud mondani valakinek a frankót és a tutit, vagy belelásd a szépet, ahhoz neked magaddal is nagyon jóban kell lenni, nem? Hát ezért magammal vannak problémáim jelentős mennyiségű, de egyrészt én szoktam mondani, hogy nekem könnyebb, mint azoknak a lányoknak, akik 16 évesen tökéletesek voltak. Tehát azért magas, hosszú combú, gyönyörű bőrű, hibátlan minden. Én ugye nem voltam annyira tökéletes, tehát én alacsony, kövér és szemüveges voltam. Ehhez képest most már nincs szemüvegem, mert van kontaktlencsém. Alacsonynak alacsony maradtam, de azt már megszoktam. És kövér vagyok, de sokkal soványabb, mint voltam. Nagyon sokat nagyon volt. Tehát, hogy ez nekem ilyen szempontból, én jobb irányba mentem, akik mondjuk megy előre az idő, és meghíznak, kicsit tönkre megy a fejük, minden azoknak sokkal. Igazad van, te visszafelé. Tehát én nekem sikerült valamennyire magamat egyben tartani. Egyébként most, amikor készültünk arra, hogy jössz hozzánk, egyre többször dobta föl, milyen véletlen a TikTok a videóidat, mert most egyre aktívabb lettél a TikTokon. Kénytelen vagyok. Elkezdted, és amúgy tök jók a tartalmak, és imádom. És ott volt az egyik, ami nagyon megfogott, azt át is küldtem nektek is, amikor arról meséltél, hogy elkezdtél tinderezni, és hogy mik a férfiak elvárásai a nőkkel szemben, és különösen, ahogy te fogalmaztál, a töltött
öltözött galamb típusú hölgyekkel szemben. És akkor is megfogalmazódott már bennem az a kérdés, hogy te benned, vajon hol tart az önbizalom, és hol tart az önelfogadás? Hát az önbizalom, azért valamilyen típusú önbizalma mindig volt, tehát hogy nagy pofám van, és odállok, és beleállok a dolgokba. Az önelfogadás meg hát a kortársaimhoz képest én javultam, tehát abban a korosztályos sorrendben én előrébb mentem pozicionálisan, mint mondjuk 22 évesen. Miért 22 évesen? Én voltam az a lány, aki a buliban mindig elmosogatta a kondért, és jó fej volt, és főzött, és mindent megcsinált, hogy ő kapjon olyan mennyiségű szeretetet, mint amire vágyott. Engem a tinderezésed érdekel. Nagyon jó. Csaj, és szerintem ez is egy jó befektetés volt. Csomó barátom nem mert felmenni rá, mert csalódott új, és szétszedte őket. És itt van egy Márta, aki bebizonyítja, hogy boldog, és az igazit megtalálta. Hát figyelj, ha tudod, hogy mit akarsz, akkor ugye könnyebben keresed. Meg hogy tudod, hogy te, tehát amikor először fölmentem, az első 2-3 hónap az arról szólt, hogy minden nap sírtam, minden nap. De mert? Hát mert előtte 20 évig, vagy nem tudom hány évig nem kellett tanulmányi kirándulásra mennem, és hát 20 évvel ezelőtt én is egy cuki, friss, ropogós jószág voltam, és hát másképp beszélnek már azok a pasik, mint akik akkor beszéltek, és hát nagyon direkt mondatok hangozottak el, mert nem nagyon tudtam, mit kezdeni. De várjál, hozzá közel, nem áll, naiv akarok lenni. Mit jelent az, hogy másképp beszélnek a pasik? Hát udvarlás az nem volt, hanem nagyon gyorsan elhangzotta, küldenék-e magamról egész alakos fényképet, tehát cica, fönn van 4. Jó, de ezekben van ruha rajta. Mondtam, hogy hát vélhetőleg ezt most így nem tudnám megtenni, illetve én nagyon gyorsan, tehát hogy jó néhány férfinél az első pár mondat után ilyen szexuális szokásokra vonatkozó kérdések voltak, amikre így mondtam, hogy hát most pont még erre így nem tudnék válaszolni, meg nagyon sok olyan dolog, amivel én így nem tudtam mit kezdeni, meg az a kérdés elhangzott többször, hogy engem tényleg a diploma, meg a nem tudom mi érdekes, nem csak, hogy azt keresem, hogy egy hasonló életvitelünk legyen, tehát hogy én tudjunk egymással miről beszélni, legyenek közös céljaink, programjaink, tehát ha tök máshol más csinálsz, akkor én nem tudok abba beilleszkedni. Oké, bocsánat, de a hibát nem te követted el? Mert fölmentem a Tinderre. Mert nem, valójában igen, mert ugye mi a cél vele? Elméleti a kérdésem, félre ne értsd. Tehát ha ruhát akarok venni, akkor nem használt autókereskedésbe megyek. De hát most egy 50 pluszos nő, aki ráadásul munkája révén általában nőkkel találkozik, mit csináljon? Tehát, igen, hogy, ez igaz. Tehát, hogy mondjam a kedves vendégnek, hogy küldje be apukáját, mert nagyon szimpatikus, vagy mit kell csinálnom, hogy... Tehát... Értem. De akkor ezek szerint, amikor ezt elkezdted, akkor ért egy hirtelen negatív sok. Nem negatív, tanultam a felületet, tehát én ezt nem gondolom negatívnak, valószínűleg mindenki megtalálja a neki megfelelőt, ha tudja, hogy neki mi a megfelelő. És ez sikerült az idő folyamán? Hát én a világ legszerencsésebb nője vagyok, ezt azért én el szoktam mondani. Nekem a pasikkal mindig nagyon nagy szerencsém volt, tehát hogy, és én azt szoktam, hogy én nem az aranyhalat, én az aranybálnát fogtam ki. Oh. És most is sikerült? Hát most fogtam ki a legszebbet. Értem. És a Tinderen keresztül? Abszolút. Jó, tehát magyarán szólva, akkor egy dolgot ebből is leszűrhetünk, hogy te azért zseniálisan adaptálsz és tanulsz. Mert akkor ezek szerint... Volt más választásom. Hát tehát mi van, régen emlékszem, volt az Express újságban is ilyen hirdetés, hogy igen, és ez most a Tinder. Hát igen. Bármi is történik a te életedben, akkor amikor elkezdesz egy folyamatot, akkor nem azt kezded el mondani, hogy fűben, fában, virágban van a hiba, hanem még én nem értem teljesen, és még tovább kell tanulnom. Hát próbálom, persze van, amire képtelen vagyok, tehát hogy vannak persze nehézségeim, de vannak dolgok, amiket így megpróbálok megtanulni. Azt gondolom, hogy az öregedés alapja az, amikor elkezdjük hajtogatni, hogy bezzeg a mi időnkben így volt, úgy volt. Látom ezt a lányt magam előtt, és közben ez a lány álmodott szép ruhákról.
Magamnak? Nem, általában. Én a ruhákra nem úgy tekintek, mint egy átlagember. Tehát, hogyha én házat terveznék, vagy bögrét, én nekem ez ugyanolyan alkotó folyamat, mint a ruha. Tehát nekem nincs ilyen, hogy mert a ruha. Tehát én nem azért csinálok ruhát, mert szép szerettem volna lenni, és így tudtam csak kiélni. Én azért csinálok ruhát, mert ehhez van érzékem. Tehát értek az emberekhez, jól megy nekem a szín, meg a forma. Tehát még szar grafikus. De akkor ezek szerint te valójában tervező vagy. Igen. A ruha az egy kifejezési mód. Tehát az nem furuljázok, hanem hegedülök, de hogy egyébként... Igen, de tulajdonképp jöhetett volna bögretervezés igen. is valójában. Igen. De akkor miért jött a ruha? Az hogy jött? Véletlenül. Mert hogy középiskolába, a képző és iparizési szakközépiskolába jártam, és ott ugye felvételizni kellett, és az anyukám izgult, hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e, és elvitte egy ismerős ismeréhez a munkáimat, aki éppen a textil szakon tanított, Rónai Éva, és mondta, hogy ügyes ez a gyerek, persze jelentkezzen, és hát akkor anyukám mondta, hogy hát ha ennek a tanárnőnek megmutattuk a dolgokat, akkor hát az úgy illik, hogy azt a szakot is beírjuk, úgyhogy én véletlenül lettem textilek. De várjál, mit jelent az, hogy a munkáidat mutattam meg? 14 évesen, amit rajzoltam. Mert hogy egy komoly rajzkészséged volt akkor ezek tanultam szerint. Már akkor évek óta rajzolni, aha. Tehát én már 13 éves koromtól előkészítőre jártam, hát akkor 20-szoros volt a túljelentkezés, egy ilyen iskola volt, hát az akkor egy nagyon nagy dolog volt oda bekerülni. Ma is rajzolsz? Hát amikor a vendégnek magyarázok, vagy valami, de nem azért, hogy lerajzolom a kiskutyát, hanem hogy azért, mert hogy megmutassam, hogy mit fog csinálni. Tehát valójában, akkor kezdem érteni, te tipikus iparművész igen. lettél. Igen, én egy formatervező iparművész vagyok. Aha, és akkor a ruha az kvázi véletlenül jött, majd a ruhán keresztül rájöttél, hogy hop-hop, de azzal is el kell kezdeni foglalkozni, hogy kibújik bele. Hát most én olyan módon úgy alakult a sorsom, amikor éppen a 90-es évek elején közepén elkezdtem ezt csinálni, addigra megszűnt a magyar ruhaipar, tehát mentem volna én a már is egy ruhagyárba tervezőnek, csak közben bezárt. Tehát, hogy nem volt rá módom, és ezért ott álltam diplomával, és valamit kellett csinálni. És akkor voltak ilyen kezdő dolgok, hogy az emberek vittek butikokba ruhákat, én is vittem. Csumóztak. Igen, és akkor ott beadtad, és akkor bizományba, és akkor mentél a jövő héten, vagy két héten, vittél valamit, adtak pénzt, tehát egy ilyen valami elindult a biznyát. Igen, és akkor én azt csináltam, még mint egyetemista, és akkor valakinek a diploma munkám az férfi öltönyök voltak, ilyen alkalmi férfi öltönyök, és tetszett az embereknek, és volt olyan darab, amiből hármat is megrendeltek egyedileg, és akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor ez most jobb ötletem nincs, akkor én most elmegyek valami ilyet csinálni, és akkor én ott üldögéltem különböző boltokban, saját üzleteimben, tehát lakásokban, és akkor jöttek emberek, és aztán egyszer kihívott valami kiállítás szervező bejött az üzletbe, és mondta, hogy lesz esküvői kiállítás a kongresszusi központon. Jó. Nem tudom, mi az, de jó. Mondta, hogy állítsak ott ki, de nekem nincs esküvői ruhám. Hát csinálja. Jó. De és akkor mondták, hogy ennyibe kerül, annyibe kell, mondtam, hogy hát nekem erre nincs pénzem, tehát fogalmam sincs, hogy mi. És akkor még úgy néztek ki a kiállítások, hogy ilyen gyönyörű, szép, fehér, nagyházba építette kis fehér házakat, azok voltak a standok, tehát nekem standra sem volt pénzem, úgyhogy megfogtam a fotelt, meg a nem tudom mit, csak kicipeltem, hogy akkor rátekertem a oszlopra az anyagot, kicipeltem néhány ruhát, és akkor lett egy ilyen valami, és akkor az annyira más volt, hogy hozzám keveredtek az emberek. Ez akkor nagyon más volt, igen, ezen is gondolkodtunk így közösen, hogy a 90-es évek közepe és a 2000-es évek eleje is még ide datálható szerintem, hogy azért akkoriban mondjuk voltatok hárman, négyen, max. Öten ruhatervezéssel, vagy akár ruhatervezéssel foglalkozó emberek. Én maradtam emberek. Itt. Akik aztán veteránnak. Igen, akik aztán akkoriban sokat pörögtek a médiában, és így lett nevetek és arcotok uh-huh. is, tehát egy generációnak abszolút megvan, most sorolhatnám itt a neveket, Makány Márta, megvan Nárai Tamás, Zóp Kati, Herceg Zoltán mondjuk, nagyjából. Most ez nem is mindegy korosztály, de mégiscsak a 90-es évek, az ilyen szempontból... Lucia, igen, Eshegyi Lucia, tehát hogy jókor jött nektek ez a rendszerváltás, nem? Hát
én akkor voltam annyi idős, tehát én nem terveztem ezt a dolgot, fogalmam nem volt róla, én mindig csak csináltam, ami szembe jött. Tehát, hogy, és attól lettem viszonylag ismert, hogy ültem a fodrásznál, és ült mellettem egy pasi, és kérdezgett, hogy láttam ezt a Barátok között. Hát mondom, hát láttam, de borzasztó. És mondta, hogy jól lett. És akkor ide mondta, hogy akkor ő bemutatkozna, ő Kalamár Tamás, a producer. Mondtam, hogy ez tök jó, és akkor egy pár hét múlva volt valami rendezvény, ahol megjött ő két akkori kezdő, vagy hát akkor ilyen elkezdett felépíteni színészeivel, az Erkárpáti Péterrel, meg a Farkasházi Rékával. És mondta, hogy na nézzem meg, és mondtam, nára, ugye, hogy néznek ezek ki, szürke öltöny, valami szerencsétlen ruha a Rékán, mondom, na haragudjon, nem így néznek ki a nemzetközi celebek. Mondta, hogy de még talán az a szó se volt, hogy celeb, és akkor jól megbántottam mind a két embert, és tehát akkor már nem csak a producert, hanem a szereplőket is, és aztán jött az esküvői kiállítás, és így nézegettem a következő, és nézegettem a saját standomat, és jött a Réka, és erősen nézegette a ruháimat. És nagyon elszégyeltem magam, hogy én ezzel a lányjal milyen bunkó voltam, és oda mentem hozzá, és mondtam, hogy hát akkor én nagyon szívesen adok neki ruhát ajándékba, meg a többi lánynak is, mert hogy ne haragudjon, de hát én tényleg bunkó voltam. És akkor ők így mondták, hogy jó. És akkor én adtam ruhát, és akkor az egyik valaha volt legnagyobb példányszámú sztori magazin az voltam, de többször le volt írva a nevem. Aha. Te vartál is abban az időben? Én soha nem vartam. Miért, melyik építésztől kérdezed meg, hogy szokott-e beton? Jól van, nem szoktam én minden nap ruhatervezőkkel beszélni. Hát én nem varrónő vagyok, én tervező vagyok nekem. Én meg tudom mondani, hogy mit akarok. Technológiailag tudom a folyamatokat, de nálam van, aki sokkal ügyesebben szab, van, aki sokkal ügyesebben var. Egy dolgot csinálok én kényszeresen, gyöngyöt varok a végén, mert az nekem ilyen gyöngyöt vagy csipki, tehát amikor fel kell díszíteni a ruhát, az nekem ilyen kényszertevékeny. Akkor miért szúrsz le? Hát varról. De csak kézzel. A pont. És csak azért. De én nem azt mondtam, hogy lábbal varról. Géppel nem varrok. De gépet sem mondtam. Nem lesz igazad, Laci. Jó, tudom. Vége van. Melyik volt a második szín? Sárga. A sárga volt a második szín, és az pedig a tiéd. Na látod? Most kapsz tőlem. Azt mondja, hogy mi az igazság? Mennyire jó befektetés a csipke? Nekem nagyon. Na halljuk. Erre rohadt kíváncsi vagyok. Hát, én, tehát van, akit ki kell tiltani a kaszinóból. Aha. Nekem, ha van szabad kis pénzem, akkor berohanok a boltba, és veszek anyagot. És a legjobban a csipkét szeretem, és hát mondjuk a Covid alatt, de szerintem most is van egy 300 méter méregdrága francia csipke a polcon. 300 méter? Igen. Mennyibe kerül egy méter csipke? 10, 20, 30, 50 ezer forint. Egy méter akkor csipke? Akkor sok pénz. Sok pénz. Áll benne. Igen. Nem értek, az a brüsszeli csipkénél nemesebb? De a brüsszeli csipke, a francia, mindegy, tehát ez egy technológia, és gyönyörű, szép, a brüsszeli csipkét kézzel csinálják, ez géppel. És nekem ez egy ilyen kényszer, hogy oda megyek, és akkor én ezt akarom. Imádom, a kezed mozog, ahogy csipkéről beszélünk, az egész. Így megy. Nekem az a szívem, tehát hogy én nekem az, hogy fölnézek a polc, és ott vannak minden. Van olyan anyag, amit soha nem fog elhasználni, mert annyira szép, hogy sajnálod. Sajnálod, és hogy néha megnézed. Igen. Megfogdasod, meg úgy fölnézek a polc, és hogy ott vannak, és drága, tudom, hogy ez az enyém. Aha. Tehát a Laci úgy tette fel a kérdést, hogy befektetés, de akkor ezt semennyire se vegyük komolyan, Függés. Tehát én nem... Ja, te csipkefüggő vagy. Hát én ilyeneket veszek, igen. Tehát igen. Ez nekem nagyon tetszik. Mondod, hogy a 90-es évek elején kezdődött igen. Ez az egész folyamat. Hát ez egy 3 évtizedes ruhatervező művészet, és az, hogy elfoglaltad a magad helyét ebben a ruhatervezői. Ami időnként így összemegy, és akkor így van egy pillanat, amikor én így új technológiát, tehát ilyen új kommunikációs technológiákat tanulok, és akkor újra felszívom magam, hogy én akkor most... Ezt most nem értettem teljesen. Hát figyelj, mész előre, akik engem megismertek, azok a Barátok köztöt nézték, és a Story magazint olvasták. Azért egy mai 20 éves az olvas Story magazint? Nem. Igen, és a Barátok köztről hát azért van a TikTok. Igen. Hát azért van a TikTok. Hát persze. Jó. Hát ez az üzlet. Mennyire lehetett ebből meggazdagodni, hogy valaki... Meggazdagodni nem lehet. Nem. De nem. És akkor mi van? De várjál, nem. Biztos van, aki nálam ügyesebb volt, másképp gondolkodott ezen. Én ezt nem akarom
elveszíteni azt az élményt, hogy én találkozom a vendéggel. Aha. Hát nekem az egy... Hát lehettél volna nagyobb? Hát nem úgy nagyobb. Figyelj, lehetett volna ebből egy sokkal tudatosabban bizniszt csinálni, de én egy ideig haragudtam is magamra, hogy én ezt miért nem csinálom, és egyébként vannak gondolataim, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, de én azt a részét, hogy bemegyek reggel, ott vár a vendég, találkozom vele, örül a végén, küld egy fényképet, küld a gyerekéről egy fényképet. Most már tavaly nyáron férhezadtam lányokat, akiknek az anyukájának is vartam ruhát. Hogy az nagyon szép. Igen, tehát, hogy, és hogy odajön, és hogy az szerintem annyira jó. Egy esküvői ruha, azt hiszem, egy óriási felelősség, hiszen az az adott nő életében... Ez akkor a legfontosabb pillanat az életében. Az akkor a legfontosabb pillanat, igen. Ez egyébként, amikor tervezed, csinálod, akkor benned van, hogy most ez egy különleges darab kell, hogy legyen, mert neki nagyon fontos? Nem az a jó szó, hogy különleges, hanem az, hogy neki abban a pillanatban az adjon, ne elvegyen belőle, tehát az ő lelkének. Tehát tegnap mondtam egy menyasszonynak, aki ott jött, és egy picit izgult, és mondtam, hogy ne izgulj, ha én úgy gondolom, hogy jót választottál, de ha lesz, az se baj, mert akkor majd újra kezdjük. Tehát nekem fontosabb az, hogy ön ne húzogassa a ruháját a tüker előtt idegesen, mert az azt jelenti, hogy boldogtalan. Uh-huh. Hanem érezze azt, hogy most tényleg jó csaj. Valószínűleg te ezt érzékelted, hogy ebből nagyobb bizniszt is lehetne csinálni. Hát van olyan magyar márka, aminek sikerült. Így van. Mert ma már tulajdonképpen három vonalat tartasz ugye a kezedbe. Figyelj, én mindent megtudom. Valaki fölhívott a múltkor, és mondta, hogy akkor valamire kéne neki egy tervező, és elkezdtem mondani, mire, és mondtam, hogy higgy el, hogy én, ha síruhát kell tervezni, akkor azt fogok, ha tornaruhát, azt fogok, hogyha esküvői ruhát, azt fogok. Tehát ez egy... Megtanultam, hogy kell fölvenni a... Érted, egy építész is tud ilyen házat, olyan házat, kicsi házat, nagy házat, egy szakács is tud húslevest is főzni, meg vegán, nem tudom én milyen. Ez tartani. Az iparművészet. Tehát, hogy bocsánat, ez egy tudás, hogy mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni. Nekem jó is, ha vannak korlátaim. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy 22 darabot kell belőle, tehát nagyon szeretek formaruhát tervezni, aha, mert az tök jó, mert ott vannak feltételek. És nekem nem probléma, ha bejön a munkavédelmi felelős, és meg kell beszélnünk, hogy mi a probléma. Tök jó, annyit tanulok belőle, tök érdekes. Említetted a formaruha tervezést, és én azért emlékszem, hogy ott akkor viszont elég sok kritikát is hát kaptál. Az olimpiával volt, aki kritizált, igen, de... Azt hogy viseled, a kritikát? Hát akkor nem szerettem, amikor mondjuk Új Péter poénnak számván levezette, hogy azért a magyar olimpiai csapat, mert rossz volt a felvonuló ruhájuk, mert hát ő biztos ért a ruhához, tehát hogy ezt így nem tudom megítélni, hogy ezt ő honnan gondolta, tehát azt nem szeretem, de egyébként meg hát van, ami nekem se tetszik, pedig más szívvel csinálta, tehát ezzel nincs baj. Igen, hát nagyon szubjektív a te szakmád. Kérdez az, hogy most mi a jó? Hát egyik se jó, vagy minden jó. De az, hogy ennyire nem menedzselted magad, mert hogy nem, az jött magától. És mégis ott láttalak nagyon sokszor reggeli magazin műsorokban, ide-oda hívtak. Mert én nedesek, ez... és mindig oda megyek. Igen, meg egy járó volt a sztori, és talán pont a szókimondásod miatt is hát, hogy... nagyon forog. Tehát én nem, én azt gondolom, hogy magam módján most is forgok, tehát én nem vagyok egy olyan lány, aki hogyha a kapuvári televízió fölhív, akkor, hogyha módom van rá, az RTL reggeli műsora volt az, ami engem bizonyos szempont, de az úgy kezdődött, hogy volt én a Bródy Sándor utca mellett a Szent Király, közel laktam a rádióhoz, és az egy darab reggeli csúcs című reggeli műsor volt, és ha nem jött vendég, akkor fölhívtak engem a vezetékes telefonomon, hogy 10 perc adás van, szaladják át. És akkor átszaladtam, és akkor... Mindig mondtál valamit. Mondtam valamit, és azok, akik akkor ott szerkesztők voltak, meg fontos emberek voltak, azok akkor indultak a kereskedelmi tévék, akkor ők a kereskedelmi tévékben dolgoztak, és hát tudták a nevemet, tudták a telefonszámot, és azt mondja, hogy le kellett menni Siófokra, akkor én beültem a Beach House-ra, ami örted arra, mindenki nyávogott, hogy jaj, messze vagy. Ne. Tehát most... Bocsánat, a mi modern világunkban hát már szinte nincs művészet, hanem iparművészet van, mert valójában arról szól, nem én találtam. Ezt a mikrofont is valaki tervezte. Így van, így van. A marketing egy nagyon fontos eleme, mert el kell adni. De én ezt se tudtam. Én csak, tudod, én nem akartam senkit megbántani. Tehát nekem az volt bennem, hogyha ő fölhív valakinek... Kivéve a Farkasházit.
Hát, de őt se akartam megbántani, csak bunkó voltam, tehát, hogy ez... Azóta már jobban vagytok. Abszolút, abszolút. Jó. Persze. De milyen érdekes, hogy felismerted, és meg is tudtad követni. Tehát kimondod magadról, nagyon ritka erény. Hát figyelj, azért én nekem ez a kényszeresen, tehát engem, ha megkérdeznek, én akkor nagyon kell koncentrálnom, hogy ne az igazat mondjam, mert hát egy kérdést fölteszel, akkor nem biztos, hogy mindig az igazat akarod. Értem, de hát akkor mégis hogy jön ki a szádon, hogy rövidlábú Vanda? Nem mondtam, én magamra mondtam, hogy nem, jó, nyilván ilyet nem mondott, hát csak nem nevezett soha hosszúlábú asszonynak. Nem, őszinte volt, és én ezt csíptem bennem, mondom, na, végre valaki. És be is tartottam a szabályokat. Ugye? Most sikerült? Most nem látszik a lábad. Nem véletlen. Imádom ezt. Pont most kérdezed. Jó, na nézzük a zöld borítékot. Mi az igazság? Szerinted hová tart a világ? Gucci vagy H&M? Mind a kettő. Tényleg? Persze. Hát most azok, hogy lettek ezek a streetwear márkák, ezek ugye sokat segítettek, mert aki nem tudott olyan drágát venni, most már vannak hasonlatos darabok, tehát messziről hunyorítva én megmondom, hogy ez most mi, de egy átlagembernek azt az érzést, hatást telti, ő boldog benne, mert hogy ő most úgy néz ki, ahogy valaki kinézett a kifutón, de hát ugye embereknek meg az is fontos, hogy ők elkülöneljenek meg, hát a Gucci az körülbelül ugye a történet 70%-án van, mert azért az egy tömegmárka, csak egy drága tömegmárka. Oké, most azért fogalmaztam így, hogy így, nem tudom, jól hangozzon. Tehát de van fölfelé. A luxus kategória, vagy a fast fashion? Mind a kettőben van probléma, meg mind a kettőben van jó. Tehát ugye pont valaki kérdezte, hogy mitől, hogy lehet fenntartható divatot csinálni, és mondtam, hogy úgy, hogy kevés ruhát veszünk, mert hogy ugye minél többet veszel, most tök mindegy, hogy nem gyerekmunkával készül, de valaki valahol megcsinálta, sok vizet használtak rá, átszállították a világ legtávolabbi pontjából. Tehát egy ruhát lehet 20 évig is hordani, csak mi hordjuk, vagy hát én mondjuk addig hordom, meg el nem kopik. Pont most nem a H&M-et akarom konkrétan mondani, de a fast fashion márkákat nem lehet 20 évig hordani már. Tehát azok 2-3 év alatt tönkre mennek. Jó, de az a kérdés, hogy 2-3 év alatt úgy megy tönkre, hogy volt 5 darab pólód, vagy 55 pólód. Aha. Polemizáljunk már egy másodpercet ezen, mert iszonytatóan érdekel. Mennyire fontos a rongy? Hát neked mennyire fontos a rongy? Értem, annak szerinted mennyire fontos? Egy időben csak nagyon-nagyon drága designer táskákat hordtam, és éppen mentem külföldre, és az épp időszerű akkor hordott gyönyörű szép lak tűzpiros Louis Vuitton táskámnak leszakadt a füle. És konkrétan olyan stresszben voltam, amikor felszálltam a repülőre, mert nem egy Louis Vuitton táska volt a kezemben, hanem egy másik. Azt gondoltam, hogy én most már egy hátrányos helyzetű, megtört, nyomorult vagyok, tehát úgy éreztem, hogy most én lecsúsztam, és akkor egy időben tudatosan, módszeresen hordtam nem márkás dolgokat táskából, de vissza kellett mennem, mert megőrültem tőle, hogy 2 hónap alatt tönkrement. Tehát nem bírtam elviselni, hogy megvettem, és már 2 pillantottam, vége volt. Tehát most valahol próbálok lavírozni, hogy nem a legfeltűnőbb, legdrágább, de azért minőségi darab legyen az enyém. Tehát valahol a kettő között van az igazság. Látjuk ma a fiatal korosztályt. Te is figyeled, hisz TikTok, stb. Szerinted ők milyen tömegébe, milyen irányba fognak elmenni? Hát az egyik fele ebbe, a másik fele abba. Tehát fele-fele, addig... vagy a felső 10% megy el a Louis Vuittonba, és aki... Ez árkérdés, tehát kinek van 1 millió forintja egy táskára, akinek lesz 1 millió forintja egy táskára, és szereti a drágát, az, vagy a márkákat, az oda fog menni, akinek nem lesz, az majd keres valami megoldást, vagy kifogást. Márta, te meg tudod különböztetni, én ehhez hülye vagyok. Igen? Én tehát a legjobb kamut is... Legjobb kamu. Nincs legjobb kamu. Nem, nincs. De miért nincs? Mert a legjobb kamu is 20-ada annyiból, 100-ada annyiból készült, és nekem ugye az a képességem, hogy látom, tehát most te egy... Szereted az autókat, tehát hogy azért, mert egy egyszerűbb márka hasonló dizájnt csinál, te látod a hangján hallod, ahogy veszi a levegőt, vagy ahogy bürrög. Én ez meg igaz. Ránézek, és 3 kilométerről látom, hogy zizeg, hogy igen. Nincs olyan tökéletesen megcsinálva, tehát hogy olyan kis instabil. És szerinted egyébként ciki hamisítványt venni? Én végtelenül ellenzem.
Tehát azt gondolom, hogy magadnak hazudsz, mert hogy azt az élményt veszed el magadtól, hogy valóban megéld azt, hogy téged kiszolgálnak, hogy körbeugrálnak, tehát hogy azt a boldogságot veszed el magadtól, hogy te tényleg megteheted. Befolyásol dolgokat, hogy most Louis Vuitton táska van valakinél, vagy sem, mert az szerintem néha elviszi a lényegről a fókusz. Én nagyon jól szórakozom, nekem van egy 20 éves autóm, azzal járok. És tudod, amikor avval jövök, akkor másképp kommunikálnak velem az emberek az úton is, tehát hogy a Budapesten tök nehéz, milyen autóval vagy, mert hogy ugyanolyan lassan érsz oda mindenhova. Tehát amikor azzal jövök, akkor mindenki mindig megmutatja, hogy hogy kell beparkolni, mert egy nő egy szarautóval az biztos, hogy hülye. Soha még benzinkutas nem jött ki, amikor azzal az autóval jöttem, hogy megtankolhatja az autómat. Nem vagy te olyat ígérete. Kit érdekel ez a dolog? De amikor éppen szebb autóval jártam, mert a családban mondjuk volt olyan is, akkor mindig nagyon kedvesek voltak. És ez engem végtelenül szórakoztat, tehát hogy egy időben cikinek gondoltam, de például környezetvédelem szempontjából nagyon felelősnek gondolom azt, hogy én egy 20 éves autóval járok, ami nálunk lett 20 éves, tehát a mi családunkban. Magyarul én 20 éve nem vettem új autót. Tehát, hogy nem volt... Direkt nem vettél... Volt több más autó is, ami, és ez maradt ott a végére. Okay, szóval minden csipkére költesz, azért maradjunk. Azt hiszem az Instagramon szembe jött velem valamelyik nap egy kép, ahol egy fiatalember megmutatta, hogy most jött ki a bótból. És mit vett? És vett egy Nike sneakerst, ami egy könnyű 250 ezer dollárba került. Látom, hogy nem sokkolódsz ezen, hát az mondjuk alulról egy olyan, azért közelíti már a 100 millió forintot, a csuka. Hát valószínűleg azt azért gyűjtői darab, és az ritkán fogja hordani. Értem, értem. Ennek mi a franc értelme? Ez egy gyűjtői darab. Hát mi a franc értelme van egy gyönyörű, drága festményt megvenni? Mikor hát egy mert post... azt a művész megfestette, az szép, azt gyönyörködöm benne. De miért ő meg a cipőbe gyönyörködik? Értem. Értem. És de lehet, hogy az... befektetésnek gyorsabban szerinted, fogja az autó. Szerinted az a 250 ezer dolláros csuka, az egyszer csak majd érni fog 350-et? Igen. Igen? Igen. A csipkéid is? Nem, azok sajnos nem. Előbb csinálni kell belőlük ruhát, de meg a csipke az ugye egy élő anyag, tehát olyan, mint a zöldség, hogy idővel elfáradt. Tehát, hogy a textilnek azért nem örök élete van. Hány méter csipkéd van? Sok. Nem, menjünk vissza konkrétan. Több száz. Több száz. Igen. Tehát akkor még tervezhetünk egy 50 évet Makány Mártának a ruháiban. Még mert... most úgy tervezem, most vagyok, amennyi vagyok, én 103 éves korig fogok élni, tehát még 49 évet kell. Onnan tudod, ilyen nagyon határozott. Hát családilag minden, tehát nálunk ez a tendencia, és hát 100 körül szokott. Mi az, amit Makány Márta nem tud? Hogy hát lehet az is ilyen az kérdés? Olyan markáns világban. Közli, hogy 103 ugye? Éves leszek. És akkor ezek szerint ma a friss, finom, ropogós csipkéből betárazol, hogy még 102 és fél évesen... Még remélem, hogy az, tehát, hogy fog venni még sokat. Ja, mert hogy azért... Az majd lesz egy hagyatékom, majd valaki örül neki. Ja, hát én nagyon boldog vagyok, hogy itt voltál eddig, és most jön a te igazságod. Na. Makány Márta igazsága. Kert Rózsa Lugas. Igen. Jól hangzik. De szeretnél egy kertet Rózsa Lugassal? Hát Rózsa Lugast nagyon szeretnék, tehát hogy remélem egyszer lesz, és szeretnék, tehát nem gondolom azt, hogy én majd önfenntartóan megtermelem otthon a krumplit meg a répát, de hogy mondjuk gyerekkoromban a nagymamámnál volt kert, ahol én kimehettem kapirgálni, és akkor leszedhettem a sóskát, meg a paradicsomot, meg ilyen, és szeretnék valami minimális ilyen jellegű dolgot majd egyszer. De várjam, mert most... Én városban lakom. Mindig is városban lakom. Én abszolút az 5-6-7 1-2, 12, 5-6-7. 5-6-7. És most megszületett benned az, hogy egy kicsit ki? Nem, azért kicsit ki nem fog menni, de azért... De legyen egy kert valahol. Én tudom, hol lesz a kert, meg már látom a kertet. Jó, csak most hogy, anélkül, hogy csak ezt hogy legyen benne olyan, ami az én vágyam. Anélkül, hogy elmondnál, hol?
Most mit, most ez volt a legdrámaibb kérdésem? Hát én a magánéletemről még életemben nem nyilatkoztam. De most én konkrétan se akarom, hogy a magánéletedről, ahogy elmondtad, hogy neked van egy saját aranybálnád, már nyilatkoztál a magánéletedről, tehát megtörted a csendet. Jó, de ezt még azért így nehéz beazonosítani. Az aranybálnád? Mm-hmm. Százból, ne hülyeskedj, hát ez nekem séróba van. Hajrá! Most viccet félretéve, Budapesten akarsz maradni? Látom. Hát most, ahogy öregszem, logikus, hogy egyre kevésbé, tehát most elköltözni a... Igen, újat tanulni már őket. Nem csak az, hanem gondolj arra, hogy amikor egyre nehezebben mozogsz, mindennek nem kényelmesebb, hogy felszállsz a 4-es 6-os villamosra, vagy a taxiba beülsz és elmész. Hát mondjuk azért elmondom neked, hogy ennek a kertes háznak az ötlete a 4-es 6-os villamos vonalán, ez nehezen lesz megoldható. Én neked drukkolok. Hát figyelj, én bízom magamban. Mi is bízunk benned. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és további sok sikert a csipkék feldolgozásában. És a rózsadugás köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.